A mikrofonnál Fülöp Bea. És Predák Szandi. És nagyon izgalmas témáról beszélgetünk, és hát megmentünk mindenkit, hogy legalábbis én beszéljek erről a témáról, mert nem annyira értek hozzá, viszont itt van velem a vonalban, vagyis bocsánat, velünk a vonalban, aki viszont annál inkább, méghozzá Prószéki Gábor, Széchenyi díjas magyar programtervező, matematikus, nyelvész. Jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek! A matematikusok, nyelvészek szoktak ilyen korán kelni, ráadásul ilyen korán élőben rádiós műsorban beszélni? Hát olyan funkcióban vannak, mint én, hogy hát örömteli vagy sajnálatos, de föl kell kelnem azért korán, de nem nagyon korán, de azért ez még belefér. De az jó, hogy fel kell kelni valamiért, szerintem az jó dolog. És az, ugye? Én az egész napom gyakorlatilag pörgésről szól, tehát ilyenkor indul, úgyhogy örülök, hogy most a egy rádióval tudom megosztani. Köszönjük szépen, már pedig ugye a beszélgetésünk apropója az, hogy március 1-én pénteken 18 órakor a Dunaharaszti Laffert kúriában lehet Prószéki Gáborral személyesen is találkozni. A téma pedig az előadásának a mesterséges intelligenciának nevezett eszközök nyelvi képességeiről. Hát azt gondolom, hogy egyébként erről hosszú órákat tudnánk beszélgetni, de most ebben a 10 percben megpróbálunk érthetően azért szólni a hallgatókhoz, hogy miről is van szó, és nekem kifejezetten érdekel az, hogy úgy van megfogalmazva a cím, nem tudom, hogy ezt a szervezők adták ezt a címet, vagy te Gábor, megbeszéltük, hogy tegeződünk. Te, köszönjük szépen. Mesterséges intelligenciának nevezett eszközök. Na, engem például ez nagyon megfogott, már csak azért is, mert nem olyan régen néztem meg egy filmet, ami az AI-ról szól, és ez a film 2001-es. Na, tegyél rendet akkor egy kicsit a fejünkben, mert közben meg ugye most robbant be ez a ChatGPT, meg egyáltalán ez a téma. 50-es években is már így hívták, aztán a 60-asban, 70-esben mindig valamit így hívnak. Tehát én ezért... De mi a robotporszívót is, vagy a Turmix gépet is? Igen, én most voltam olyan helyen előadni, nem nevezem meg fontos helyen, ahol minden digitális eszköz most mesterséges intelligenciának hívtak, ami nyilván nem igaz. Csak hogy nagyon sok, tehát nagyon erős az a nyomás, megjelent pontosan, hogy mondtad, megjelent a ChatGPT, és sokan kipróbálták, hogy hallanak róla, és azt gondolják, hogy ez már maga a mesterséges intelligencia. Na most ugye arról van szó, hogy ez egy olyan jószág, egy szoftver, amelyiket nem is látjuk, mert tulajdonképpen a számítógép felületén van, de oda képzelünk valamit mögé. És mivel nyelvi dolgokat csinál többek közt, én arról beszélek, tehát vannak zenélő képeket rajzoló festő eszközök is, azok is hasonlóak, de én a nyelviről, ezért beszélek a nyelvi képességeiről. Na hát, hogyha valaki eddig nyelven megszólalt, az ember volt. Most van egy eszköz, amelyik úgy szöveges, sőt jobban, mint én, sokan itt a Földön, akkor az biztos olyan, hogy az már csak intelligens lehet. És nagyon érdekes az embereknek a hozzáállása, tehát gondoljatok arra, amikor van egy ilyen humanoid robot, tehát olyan emberszerű, úgy biceg, jön felém, pislog, rám néz, beszél, hal, mindent elhiszek neki, mert olyan, mint én. És ugyan egy kicsit olyan bókás, mert olyan egy kicsit, mint egy kis élőlény, egy kis állattal, de mégiscsak intelligens, ez is hűha. Na most ez ugyanilyen intelligens élőlénynek tűnik, bár nem látom, és mindent elhiszek neki. Tehát ez azért közel nincs arról szó, hogy az emberi intelligenciát, amelyik éppen az adaptációs képesség bármihez oda tudunk fordulni valahogy, azt kellene, hogy utánozza, és ez csak a nyelvit, de az iszonyú jó. És nyilván ezért levesz a lábáról mindenkit, mert elhisszük neki, hogy ha ilyeneket mond, akkor biztos nagyon okos is. De akkor, bocsánat, csak ezek szerint akkor nem kéne elhinnünk, tehát hogy nem kéne neki ilyen feltétlen bizalmat szavaznunk? Igen, mert el is hisszük azt, hogy olyan dolgokat tud, sok mindent tud, tehát félreértés ne essék, iszonyatosan sok mindent tud, és mi magunk is, akik ezt kutatjuk, sem tudjuk még, hogy mi minden van benne. Csak a probléma az, hogy megtéveszt minket egy kicsit. Hát gondoljatok arra, amikor idős embereket kérdeznek, hogy hogy történt az, hogy esetleg átverték őket, és akkor azt mondják, hogy jaj, hát az a fiatal, olyan gyönyörűen beszélt, olyan kedves, olyan szépen beszélt. Ez most ilyen, hogy nagyon szépen beszél, ezért mindent elhiszünk neki, egy kicsit többet is, mint amennyit kell. Én nem akarok semmilyen leplet lerántani, hogy most ez mégsem az, mert iszonyatosan jó dolog. Csak hogy lássuk, hogy a nyelvi tudás és a világismeret, a világban való tájékozódás, az két különböző dolog. Persze nyilván, ha sok világról szóló szövegből tanítjuk a rendszert, akkor nem csak nyelvi dolgokat tud, hanem olyasmit is tud, ami a világban van,
de se szemben nem volt, se homo sapiensként nem élt ennyi időt, mint mi itt a Földön, ezért egy csomó dolgot tényleg nem tud. Igen, egy kicsi ilyen kritikai élt, hát egy ilyen tudományos, kutatói kritikai élt vélek felfedezni a hangodban, ezt azért jól hallom ki? Bocsánat. Szóval, hogy ez a kritikai, tehát egy kritikai szemmel, mint egy tudós szemlélet nyilván akkor a hát, vagy mondjuk úgy fenntartásokkal. Uh-huh. Egyébként mi hívta életre? Én most tényleg őszintén kérdezem, hogy mi hívta életre azt, hogy mondjuk a ChatGPT ilyen hatalmas karrier kezdetén állít az emberi világban? Miért van szükségünk rá? Ez nem a szükséghoz. Persze nyilván a kutató, meg a tudós, az nyilván egyfajta szükség, úgy érzi, hogy meg kell valósítson valamit, de a sikere az abból adódik pont, hogy én tudok vele beszélgetni. És eddig csak emberrel tudtam beszélgetni. De miért akarok én géppel beszélgetni? Nekem bőven elég. Meg egyébként, ahogy mesélted az előbb, én arra gondoltam, hogy a Google is ilyen, hogy beírom, és mindenre ad választ. Én pedig sok esetben, vagy általában az emberek feltétel nélkül elhisszük, pedig azért ott is lehet blödségeket olvasni. Ez így van, pontosan számba vetted ki. Oh. Pontosan erről van szó, hogy egy rakás dolog, amikor több, mint mi, hiszen a Google is vagy bármelyik webes alkalmazás, hát olyan mennyiségű adatot ér el, ami az én fejemben nincs benne. És mivel ő több, mint én, úgy érzem egy idő után, sajnos ez néha tényleg félrevezető, amikor ugye valaki valamivel megbetegszik, és akkor a betegséggel kapcsolatban hát elég szélsőséges dolgok is bent vannak. Bent van a vagy jó válasz is, hogy mi is ez a nyavaj, amiben én megbetegedtem, de egészen extrém dolgok is vannak. Kérdés, hogy ki melyik részét hiszi el. És nyilván mindegyszerre nem igaz, kellenének a szakemberek, adott esetben az orvos, aki ebbe segít. Na most itt arról van szó, hogy itt beszélgetek. Nem csak az, hogy beírok egy kereső szót, vagy néhány szót, és kijön a válasz, hanem olyan dolgokat csinálok, ez lenyűgözi az emberek egy jelentős részét teljesen érthető módon, hiszen először tudok beszélgetni valamivel, valakivel úgy, mintha egy ember volna, és ez nagyon jó pofa. Hát azért lássuk be, hogy ez érdekes, és egy csomó ember egyszerűen hát levesz a lábáról, nem tudok más mondani. Hát ez nagyon, amit te mondasz, már pedig te ember vagy, ez számomra elképesztően érdekes, mert igen, én magamból tudok kiindulni, nekem így kb. Ennyi, hogy érdekes, egyszer kipróbálom, megvolt, csodálkozom, fú de jó, aztán megyek tovább, tehát hogy nekem tényleg, ha már az előbb beszéltük a robotporszívót, nekem az is érdekes, aztán egy idő után ugye megszokja az ember, mert az inger küszöb az egyfolytában változik. Jó szívvel mondanám, hogy ez tökéletes válasz arra nézve, hogy kellene lennie nagyon sokaknak, de azért lássuk, hogy társadalmi szinten ez nem így van, tehát betörögnek, vagy beszippant embereket dolog. Egyébként pontosan ez, amit mondtál, ezt szoktam analógiaként használni, lehet, hogy majd mondom máskor is, hogy például 1997-ben a szuperszámítógép megverte a Deep Blue nevű szuperszámítógép, Kaszparov volt az aktuális sakvilágbajnokot. Akkor lehetett volna azt mondani, hogy most már hülyeség tovább sakkozni, mert már minden tud a gép, hát a sakvilágbajnokot is megveri. És uram, fia, azóta is rengeteg gyerek tanult meg sakkozni, van ma is sakvilágbajnok, a dolgot a helyére tették, ott van, ahol. Aztán megverték a góvilágbajnokot. Gózni is szoktak az emberek. Tehát tulajdonképpen, vagy megjelent a szintetizátor annak idején, minden zenét lehet vele, minden hangszert utánozni, de azért mégis az akusztikus koncertekre járunk. Tehát, hogy minden a helyére került, tehát nyilván ez most még a fölfutó ága, hát azért a ChatGPT 22. novemberében jött, még másfél éve sincs, és nyilván fejlesztenek, de ami mögötte van, az nagyon érdekes, mert nyilván nem állt meg a fejlesztés a ChatGPT-vel, csak ő volt az, amelyiket nevesítünk, mert az emberek ezt ismerik, de nagyon sok hasonló és nagyon érdekes feladatra használható ilyen jószág van, aminek nem az a célja csak, hogy beszélgessen, hanem hogy olyan feladatok megoldásába segítsen, ahol én már a tömeges adatok között elvesztettem a fonalat, és földob nekem lehetőségeket, egyébként a ChatGPT is jó erre, hogy olyan kérdéseimre, amelyikre nem a választ várom, hanem olyan ötletet, ami nekem nem jutott az eszembe, szívesen veszek tőle, és utána ezzel én megyek tovább, csak helyén kell használni. Hát ezt nagyon jól mondtad, igen, hogy helyén kell használni, mert nekem inkább az jutott eszembe, hogy hát ne így legyen, de sokan pont azért használják, hogy ne is kelljen gondolkodni. Igen, az emberi lustaság azért rendkívül találékonyá tesz bennünket. Igen. Visszatérve még erre a címre, ami az előadásnak a címe, az első felét akkor úgy nagyjából kipipáltuk, a mesterséges intelligenciának nevezett eszközök, és akkor most jöjjön be ez, hogy nyelvi képességei, és hát mi itt a Beával már napokkal ezelőtt beszélgettünk erről, és számomra felmerült ez a kérdés,
kérdés, hogy hogyan jön össze, hogy valaki matematikus és mellette nyelvész. Egyébként már sokszor hangsúlyoztam adásban, de Bea egyébként magyar tanár is, illetve hát nyilván a nyelvtanhoz is abszolút ért, és akkor így elmagyarázta ő is, meg egy kolléganőm is, hogy valójában a nyelvtan az egy logika. Tehát, hogy az nem, az inkább reál, mint humán, ezek szerint. Igen, hát egyfajta logika, és nyilván az érdeklődés. Hát nekem még egyetem alatt jött, ami hát azért keményen a múlt század második felében volt. Az biztos, hogy már akkor jött, és azóta nyelv és számítógép kapcsolatával foglalkozom. De akkor is, bocsánat, ha jól emlékszem, mert hallgattam egy beszélgetésedet, hogy valamilyen szinten az egyik a véletlen műve volt. Hát mindent lehet úgy tekinteni, hogy hát nem volt elég megalapozott előtte, akkor az a véletlen. Az nem biztos, hogy véletlen, de úgy kellett lennie. Minden esetre ugye kevés az ember élet ahhoz, hogy rengeteg megismétlődő eseményünk legyen. Vannak, amik egyediek, ezeket hívjuk véletlennek, de azért lehet, hogy egy szélesebb spektrumban nézve a dolgokat semmi sem véletlen. Én azt hiszem, hogy végül is ennek a két dolognak nagyon jó, hogy össze kellett jönnie. Nem tudom, hogy azt hallottad, hogy lettem nyelvészség katonaság alatt talán? Igen. Igen, hát ott nyilván az volt, hogy én programtervező matematikus szakra lettem felvéve, és jártam először így a magyar néphadseregbe, és ott egy olyan ember mellett töltöttem az életemet, akinek a nyelvi képességeivel nekem meglepő kérdések merültek a fejembe, és akkor elkezdtem nézni a pszicholingvisztikát, szociolingvisztikát, hogy hogy lehet az, hogy ez az ember itt él mellettem, és egész más, hogy vélekedik és bánik a nyelvével, mint én, bár kétségtelen, hogy nyelven mindenki jól beszél, tehát a nyelv az nem az intellektusnak a közvetlen leképezése, de nyilván szociálisan más helyzetben volt az illető, és akkor ez engem nagyon megfogott, hogy el kell magyaráznom nyelvi konstrukciókat, amiket ő még sose használt, és így aztán elkezdett ez érdekelni, és akkor az egyetemen két csoporttársammal elkezdtünk játszani azzal, hogyha mi lenne, ha egy gépi fordító programot írnánk, hát persze nyilván ez annak idején ez még nagyon gyerekcipőben volt, és nyilván nem is sikerült, de a szándék elindított, és akkor felvettem a nyelvészet szakot, mert most már annyi minden érintett nyelvészet oldalról, és azt a logikát, amit mondtál, azt felfedeztem benne. Nyilván ez nem ugyanaz a logika, amivel a matematika működik, mondjuk, hogy az informatika. Ez azért a társadalom szintjén működő dolog a nyelv, de engem nagyon érdekel. Ezt jó, hogy mondtad, mert én abszolút humán beállítottságú vagyok, és már így felcsillant a szemem, hogy fú, akkor jó vagyok matekból, ha a nyelvtan megy, de aztán így Bea is mosolygott, hogy hát azért ez nem ilyen egyszerű. Na de nyelvi képesség, lehet mesterséges intelligenciának nevezett eszközöknél képességről beszélni? Hát igen, ez is egy metafora talán, de kétségtelen, hogy lehet. Tehát arról van szó, hogy iszonyatos mennyiségű adatot olvas el egy ilyen program, mint amilyen a ChatGPT is nevezzük ki. Ugye sok hasonló van. Na most, hála Isten, nekünk is van egy, már építünk a Nyelvtudományi Kutatóközpontban egy Puli nevű rendszert, ami már magyarul tud elég jól. Ez azt jelenti, hogy elolvas iszonyú mennyiségű adatot. Tehát mondjuk most a Puliról mondom, hogy hát annyi szöveget tudott már megtanulni, aminek az összterjedelme 50 milliárd szó most már lassan. Tehát ez csak azért, hogy mondjuk az egri csillagokhoz 135 ezer szó, szóval hogy valaki a 50 milliárd szót tudja hova tenni, és ezek mind különböző szövegek, tehát nem azt jelenti egy szöveget sokszor, hanem hogy mindenféle fajta magyar nyelven leírt szövegeket, és az ebbe levő tudást vagy ebbe levő nyelvi ismeretet föl tudja használni. Hát akkor az mi más, mint nyelvi képesség, ha ezzel ő tud bánni. Én most egy picit elidőztem azon, hogy éppen tegnap volt szó az egyik magyar órámon, hogy akkor mégiscsak nekivágunk ennek az egri csillagoknak, mert most ezt sokan negligálják, de én azért azt gondolom, hogy ebből ezt azért el kellene olvasnunk, akkor én ma szerintem ezzel az érvel megyek vissza, hogy az 5 milliárd és a 13 ezer között akkor lehet... 50 milliárd. Hogy akkor lehet választani. Igen, érdemes elolvasni ezt a 135 ezer szót. Igen, szóval az nagyon érdekes egyébként, hogy a benne levő nyelvi fordulatok miatt az egri csillagok, mint történet, nem a benne levő szavakból, hanem a szavak mögött meghúzódó tudásból áll. Tehát amikor ezt Gardner leírta, akkor ő nem szavakat írta, ez azokat írta le, a gép pedig a szavakat tanulja meg. Tehát a gépet nem fogja jobban átlátni a
török kort, vagy adott esetben az egrivár védelmét, de kétségtelen, hogy olyan nyelvi fordulatokat, amik arról szólnak, hogy hogy védték dobóik, és mi történt, nem tudom, Bonamisza Gergelye, ezt az egész történetet valamilyen szinten visszaadja, de nem tudja. Na ezért nyelvi, hát szerű a képessége, és nem világismeretszerű, mert bár sok mindent tud róla, de simán össze lehet őt kavarni az ügyben, hogy hogy is történt az az ostrom, miközben halál pontosan van leírva Gárdonyinál. Tehát gép, mondjuk azt, hogy zanzás itt egy kicsit, mert neki nincsen világismerete, ő nem nézett ki soha az ablakon, nem látta, hogy most milyen idő van. Ő azt tudja, amikor betű szerint le vannak írva, Gárdonyinál is még sok millió társának. Igen, és a gép azt valaha tudhatja majd, hogy mondjuk egy szónak milyen szinonimái vannak, milyen jelentésbeli árnyalat. Tudja most is. Tudja. Is olyan döbbenetesen finom, sőt, ha azt kérem, hogy cserélj el a szövegben az eszközök, amiket csinálunk valami más szinonim alakokra, akkor simán cseréli, és kontextus függően, tehát környezet függően, ez azért meglepő, mert a korábbi rendszerek persze tudhatták, hogy kutyának az ebb a szinonimája, de hogy mikor kell helyette használni, azt nem. Tehát, hogy ugye valakinek van kutyája, mindig ezt szoktam mondani, és tudná, hogy a kutya szót kell keresni a szövegekbe, sose tudná meg, hogy fizetni kell ebadót, mert az ebadó az ebben van, és nem kutyával. Ó, és szerintem ez annyira érdekes, csak sajnos már lassan ebben a fél órában el kell búcsúznunk, de én még azt mindenképpen szerettem volna, Gábor, veled megosztani, hogy amikor én megláttam a plakátot, hogy ugye jössz a Laffert kúriában, ugye eredetileg egy korábbi időpontban jöttél volna, de átkerült március 1-re, és megláttam, hogy program tervező matematikus, akkor így azon gondolkodtam, mint teljesen őszintén, meg ugye a téma is, hogy na, engem ez érdekel, de beülök, és egy árvaszót nem fogok érteni, és annyira jó, hogy beszélünk, mert mindent nagyjából értek, amit mondasz. Tehát, hogy nagyon köszönjük, hogy ezt így adod át, hogy meg lehet emészteni, és még érdekel is, és hallgatni akarom még órákig, amit mondasz, pedig ezt egy programtervező matematikuson nem gondoltam, hogy ennyire jó. Ott van a nyelvész is mellette, de hogy akkor ebben neked már így van rutinod, hogy ne úgy üljön mindenki ott, hogy atya úristen, mikor lesz vége, mert semmit nem értek, hanem úgy menjen haza, hogy még ezt szeretném hallgatni. Ezt pontosan, nagyon fontosnak tartom, mert azért rengeteg, tehát ugye kialakult egy ilyen kép, hogy az informatikusok azok olyan kockafejűek, és hogy azt a képet egyrészt szeretném eloszlatni, másrészt, hogy tényleg elmondani, hogy miért érdekes valaki számára, aki ezzel foglalkozik, és ezt úgy mondanám el, hogy minden ilyen belterjes kifejezéssel van, akkor hamar elfordulnának. Úgyhogy örülök, hogy téged megnyertelek, remélem, hogy ez a engem is. Igen, én törekszem, hogy ott legyek, és akkor majd a hallgatóknak is majd esetleg így a Facebook oldalunkon is átadom azt az élménynek. Hát mindenkinek azt javasoljuk, hogyha tudjon, akkor tud, akkor menjen el március 1-én pénteken 18 órakor a Dunaharaszti Laffert kúriába a Prószéki Gábor Széchenyi díjas magyar programtervező matematikus nyelvész előadását hallgathatjátok meg a mesterséges intelligenciának nevezett eszközök nyelvi képességeiről. Ezt a beszélgetést pedig feltöltjük természetesen a Lakihegy Rádió YouTube csatornájára, és ott pedig vissza lehet hallgatni. Gábor, köszönjük szépen, március 1-én pedig akkor várunk téged Dunaharasztin. Köszönöm szépen, és találkozunk ott.